812 millió forintnyi támogatás érkezik hamarosan a térségbe, ezt mind energetikai beruházásokra fordíthatja 4 érintett település. A hírt a térség országgyűlési képviselője jelentette be ma reggel, és beszélt korábbi támogatásokról is. Decemberben a Gály József sportcsarnok felújítására mintegy 500 millió forint támogatást kapott a város, valamint mint ahogy önök előtt is ismert, a történelmi emlékhely kialakításához 562 millió forint támogatást. Tehát az elmúlt hetekben, hónapokban komoly pénzügyi segítség érkezett ebbe a térségbe. Cegléd több mint 248 millió forintot költhet 4 önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra. Az egyik a Kossuth Művelődési Központ, aminek hát finoman szólva sem túl vidám az ábrázata az elmúlt években, évtizedekben, meglátszik rajta az idő múlása. Itt egy homlokzatszigetelés nyílászáró cserével egybekötött felújítás fog megvalósulni 97 millió forintos keretösszegből. Másik szintén azt gondolom, hogy a városképet nagyban meghatározó építmény a Városi Könyvtár épülete. Arra majd 20 millió forint jut, de az úgynevezett Kistáncsicsnál is munkák kezdődhetnek. 76 millió forint jut rá, és a mozi energetikai felújítására is nyert a város forrást. 76 millió forintba fog kerülni a homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés és a nyílászáró csere elvégzése. A munkák várhatóan már nyáron elkezdődnek. Törtel 244 millió forintot nyert hasonló munkákra. Én úgy gondolom, hogy a településünkön lévő 6 épület, aminek az energetikai felújítását meg fogjuk ebből valósítani, mindenképpen szükséges, hiszen a 6 épület közül 2 orvosi rendelő, aminek a homologzott felújítása, illetve a napelemes rendszer kiépítése megtörténik. Ezen túlmenően nyílászárókat fogjuk kicserélni. A Művelődési Központ A épületének szintén a nyílászáróit cseréljük ki, illetve napelemes rendszer kiépítése kerül majd. De az általános iskola 2 épülete és a sportcsarnok homlokzata is megújul, és napelemes rendszert is kiépítenek. Újszilvás több mint 71 millió forintból gazdálkodhat majd. Ők nem 100, hanem 55%-os támogatást kaptak. Hozzátartozik annyi egy mondatban, hogy ez az általános iskolánknak és sportcsarnokunknak az energetikai felújítása. Igaz, hogy hőszivattyúval rendelkezik az épület és napelemmel, ezért lehetett az alacsony intenzitás, relatíve alacsony intenzitás. Viszont a nyílászárói az épületnek olyanok, hogy több mint 30 évesek, és van, ami be van szögelve, mert nem volt javítható, el vannak korhadva, nem szellőztethetőek. Jászkara Jenő. Jászkara Jenő pedig 247 millió forintot költhet 4 épület épületenergetikai felújítására. Sajnos azt lehet mondani, hogy az idősek otthonánál is, a kultúrháznál is szinte fütyül a szél. Az ajtók alatt az ablakok teljesen elkúrhattak, elregettek. Az óboda talán még a legfiatalabb ezek közül, de már az óbodára is nagyon ráfér az energetikai felújítás, mert szinte megfizethetetlen már az az energia, és annak az ára, amit erre az épületre is rá kell költenünk. A negyedik intézmény az iskola, ahol 150 nagyon régi, rossz állapotú nyílászárót cserélnek ki, de minden épületre napelemek is kerülnek. Az eseményen jelenlévő polgármesterek köszönetet mondtak a pályázatok előkészítésében résztvevőknek, kiemelten Földi László országgyűlési képviselőnek.